Elsőként egy köszönetet szeretnék mondani Tóth Jenő atyának azért, hogy befogadott minket és helyet adott ennek a rendezvénynek. Bár tenni annak érdekében, hogy itt a Kárpát-medencében, illetve a nagyvilágban minél több magyar-magyar kapcsolat szülessen. Ha még nem vagy a rákot... Rákóczi Szövetség ma már mintegy 300 középiskolában rendelkezik ifjúsági szervezettel, olyan sejtekkel a Kárpát-medencében, amelyeket igyekszünk minél több olyan lehetőséggel megtölteni, ami azt szolgálja, hogy a diákoknak ahhoz a 4 évéhez, amit az iskolapadban töltenek, minél több élményt tudjon a Rákóczi Szövetség is hozzátenni. Elsősorban a találkozások, a kapcsolatok, illetve a kárpát-medencei magyar-magyar összetartozás tekintetében. És hát fontosnak tartottuk, hogy egy olyan rendezvénysorozatot indítsunk ezen az őszön, ami összehozza a diákokat, alkalmanként akár 400-500 diákot is, és ezek az események, ezek a középiskolás légyottok jelentenek egy olyan teret a Rákóczi Szövetség számára, egy olyan fórumot, ahol azokat a lehetőségeket, programokat, amelyeket ennek a korosztálynak kínálunk, lehetőség szerint minél szélesebb rétegével tudjuk megosztani a középiskolásoknak. Nagyváradon kezdődött ez a sorozat szeptemberben, és ott azt láttuk, hogy az a 700 diák, aki együtt volt, nagyon pozitívan jelezte vissza azt, hogy az a délután ennek a korosztálynak tetszett, és nyilvánvalóan nagyon sok olyan diákkal is tudtunk ott találkozni, aki korábban a Rákóczi Szövetségről nem volt annyira mélyen tisztában, mint amennyire ott sikerült neki információkat átadni. És hát örömmel látjuk azt, hogy Dunaszerdahelyen, illetve most itt Kárpátalján, Karácsfalván is sok száz diákkal tudunk találkozni, és a sorozat majd folytatódik Székelyudvarhelyen, Zentán, illetve Budapesten október 22-én egy nagy 3000 fős ifjúsági találkozó keretében. Örömmel tudom mondani, hogy szeptember második hetében a Rákóczi Szövetség a támogatóival együtt végigjárt a Kárpátalja összes iskoláját. Ez azt jelenti, hogy mintegy 90 helyszínen tudtuk köszönteni azokat a gyermekeket a családjaikkal együtt, akik magyar oktatást választottak, vagyis a magyar iskolák első osztályába léptek be. Nekik vittük el azt a magyar összefogást jelképező ösztöndíjat, amely nagyon sok magyarországi jó érzésű embernek az összefogásából született, és örömmel láttuk azt is, hogy az itteni iskolákban, magyar iskolába iratott gyermekek száma az növekedett az idei évben is, mint ahogy az történt tavaly is. Ez azt gondoljuk, hogy egy nagyon nagy eredmény, és ezt igazából egy nagy közös sikerének lehet tekinteni a magyar nemzetpolitikának, illetve a magyar emberek összefogásának. És hát azon túlmenően, hogy a magyar iskola választási programnak itt még lesznek különböző elemei a kárpátai régióban is az ősz folyamán, hiszen az óvodásokat szeretnénk majd köszönteni, illetve bátorítani a szüleikkel együtt, hogy válasszanak magyar iskolát, erre majd az adventi időszakban kerül sor. De ezen a hétvégén itt a középiskolás légyottot követően mintegy 100 diák kirándul különböző kárpátai, illetve magyarországi szervezeteink képviseletében, és megtekintik például a Vereckei Hágót, de ellátogatnak Munkácsra, Ungvárra, és több látványosságát, nevezetességét felkeresik Kárpátaljának. És hát örömmel tudom mondani, hogy mintegy 700 diákot várunk, egyetemistát és középiskolást Kárpátaljáról a Rákóczi Szövetség 1956-os megemlékezésére Budapestre, mintegy 3 napos nagy ifjúsági találkozóra, rendezvénysorozatra. Reméljük, hogy ezzel a programmal is hozzá tudunk járulni a fiataloknak a magyarság tudatához, az identitás erősítéséhez, illetve ahhoz az összetartozáshoz, amit a kárpát-medencei magyarság jelent.